Sok szeretettel köszöntöm a kedves egybegyűlteket, és nagyon riadt arcokat látok. Vagy, ugye kipakoltuk a nehéz tüzérséget és a fegyverzetet, de ne ijedjenek meg, nem fog fájni. Ezt megígérem Bekszó, innen a távoli hihetlen, és nagyon messzi Szegedről érkeztünk, azért, hogy önöket szórakoztassuk, és remélem, hogy ez fog sikerülni. Igyanak még egy pálesz, az erősítésképpen az sose rossz, hogyha az ember egy kicsit megerősíti magát. Trió vagyunk, mert hárman játszunk egyszerre, ugye kollégám vagyunk, mind a hárman a Tudományegyetem, a Szeneművészeti Karát tanítunk, mind a hárman. Tehát idén leszünk 10 évesek, ez rajtam egy kicsit nem látszik, de nagyon büszke vagyok erre, hogy idén leszünk 10 évesek, barátok vagyunk, kollégások. Most gyorsan egy ilyen vidám zenét fogunk játszani, komoly zenének mondjuk, de higgyék el, hogy nem olyan komoly ez a zene, amilyennek látszik, és élvezni fogják. Mi nagyon élvezünk, mert nagyon szeretjük csinálni, ugye ez a 10 év, ezt már fémjelzi. Be is mutatnám a társaságot, dr. Barbara ura. A művész egyetemi tanár, és amikor még véletlenül a tanszék vezető is, úgyhogy nagyon kell tőle tartanom. Na, Kis! György! Zongora művész! Zeneszerző is, nagyon-nagyon sok fuvalistának és fagottosnak írt már darabokat, és én Vizsai Lívia vagyok, én fagottos. Német barokk zeneszerzőtől egy vidám, vértesdítő kis trió szonátával egy tétet fogunk játszani. Hallgassanak bennünket nagy szeretettel! Thank you.
világosító körön, hogy lehetne egyforma fény. Nagyon, nagyon rossz nekünk az állandó változás, mert folyton valami másra figyelünk játék közben. Tehát a fény változását figyeljük, és nem jó. Jó, nagyon szépen köszönöm, nagyon kedves. Igazán. Nem tudom, hogy ismerik-e ezt a hangszert, ami szerintem a világ legszebb hangszere. Amúgy valaki azt mondta, hogy klarinét? Fogva. Nem. Fagot. Tessék. Fagot. Ez a fagot. Ez az én életem szerelme, ezen tanultam 140 évet, pedig még nem is vagyok annyi idős, de majdnem, és ezért ittam meg annyi volt életemben, hogy ezen jobban tudjak játszani, és egyáltalán kötődök hozzá rendkívül, egy ilyen náddal fújom, ami dupla nád, és ilyen vidám hangja van, hogyha megfújjuk, és rendkívül nehéz hangszer. Tehát a cipelése az egy ilyen komoly ember kíván, mint én vagyok. De régen ilyen koporsótok volt, és majdnem leszakadt a kezünk ilyen kislányként, amit cipelgettük. De most már ilyen nagyon elegáns gólzotokok vannak, most már vállom szakad le, tehát teljesen jó. Úgyhogy ez egy nagyon, nagyon nehéz hangszer. Most egy gyönyörű, már is hívnak újabb akni, érkezik. Jaznász. Tehát én most játszani fogok egy nagyon-nagyon-nagyon szép zenét. Méghozzá egy olasz zeneszerzőtől, Antonio Vivaldinak hívják, egy lassú tétel. Én a lassú tétel előtt azt mondom, hogy igyanak meg még egy pár ezt, és hunyják be a szemüket, és gondoljanak valami nagyon-nagyon szép dolog, mert szerintem ez a tétel nagyon szép. Hát kinek mi a szép, ugye? De hát azt nem tudom leszabályozni, hogy mire gondoljanak. És hunyják be a szemüket, mert sokkal jobb hallgatni a felét, mint egyen nézni közben, ezt biztosan tudom. Újabban már csak rádiófelvételeket vállalok, hogy ne lássanak. Judit fog engem kísérni zongorán, nagyon aranyos, nagyon kedves. Zongorával kezdődik, és utána egy szép lassú tétel. Nagyon remélem, hogy tetszeni fog, nagyon izgulok. Thank you.
hát ennek nagyon-nagyon örülök. Ugye milyen jó dolog ez a fagott? Nagyon. Na még egy jobb dolog is van ennél a fagottnál, itt van ez a fúgola. Mindig csúfolódok a Laurával, hogy ő neki nincsen nádja, ugye ő nem abba fúj, ő csak egy újba fúj, ugye? De hogy? De hogy? Most figyeljenek, egy gyönyörű szép dolgot fog játszani. Egy osztrák, tehát végül is egy Labancból lett magyar zeneszerző, hogyha így mondhatom, Franz vagy Ferenc Doppler, nek egy magyar fantázia című darabja. Ez aztán ebbe van minden. Lassú, gyors, nagyon gyorsan tud játszani a donafúvalán, csak így káprázni fog a szemük, hogyha ide néznek, és nagyon szép magyar dallamok szólnak. Szintén a Gyuri fogja kísérni zongorán, mert ő most mindenre berendezkedett. Egész este csak a zongorát fogja itten. Mindenes, ő, ami mindenesünk. Vele is játszik, Laurával is játszik. Egyedül is fog játszani, ne féljenek. És akkor most hallgassák Laurát és Gyuri. Doppler, magyar fantázia. Thank you.
ezért ő a tanszék vezető. Na, hát csak hogy egy ilyen adalékot mondjak. Az az igazság, hogy így fuvalázni nem egy mindennapos dolog. Azért ő neki erre nyíltan sokat kellett gyakorolni ezen a